Megváltozott a nyitvatartás a 12. kerületi kormányhivatalban. Az ügyfeleknek időpontfoglalásra is van lehetőségük a 18-18-as kormányzati ügyfélvonalon keresztül, ám fontos, hogy emellett mindenki tisztában legyen az új ügyfélfogadási renddel. Hétfői napon reggel 8 és 6 óra között, 18 óra között vagyunk nyitva, és szerdán ismét lehetőségük nyílik az ügyfeleknek egy késői ügyintézésre, ugyanis szerdán 11 órától este 7 óráig vagyunk nyitva. A többi napokon kedden, csütörtökön 8-tól 4-ig van ügyfélfogadás, és pénteken 8-tól 2-ig. A vezetői engedélyre vonatkozó ügyintézés mellett az egyéni vállalkozói ügyintézés is változott a kormányhivatalban. Most már az ügyintézéskor leadja az ügyfél az előző vezetői engedélyét, és gyakorlatilag nem kell ismételten befáradni a kormányablakba leadni az engedélyt, hanem 30 napig az adatlappal együtt Magyarország területén tud vezetni. Ez egy nagyon kedvező változás az ügyfelek részére. A másik nagy változás, hogy 2020. július 1-től az egyéni vállalkozói ügyintézés átkerült a Nemzeti Adó és Vámhatósághoz, tehát ők a nyilvántartást vezető szerv, az ellenőrzési, a hatósági ellenőrzési jogkör maradt csak a kormányhivatalnál. A hivatali ügyek többségét elektronikusan is el lehet intézni. A megújult magyarország.hu oldalon hívta fel a figyelmet Bálint Erika. Az elmúlt 10 évben alapjában megváltozott a tankönyvkiadás, a korábban teljesen a piacgazdaság törvényei alapján működő nyomtatás és ellátás folyamatosan állami kezelésbe került, és a finanszírozást is átvette a költségvetés. A 2010 előtti években az infláció mértékét meghaladó áremelkedést tapasztalhattak a családok, a 2020-21-es tanévtől viszont már egy iskolai könyvért sem kell fizetni. 2010 után arra törekedtünk, hogy minél korszerűbb, minél jobb minőségű tankönyvek készüljenek, és minél több diákhoz jussanak el a jó minőségi tankönyvek, és a tankönyvválasztás ne anyagi kérdés legyen. Az alaptantervet szolgáló tankönyveket, munkafüzeteket és atlaszokat is magába foglaló csomag fejlesztése folyamatos, mondta a miniszter helyettes. Legalább 2 tankönyvből minden esetben választhatnak. Korábban az volt jellemző, hogy a piaci tankönyvkiadók csak azokat a tankönyveket fejlesztették, amin a legnagyobb profit volt. Tehát a legnagyobb példányszámban lehetett az iskolákban eladni, és éppen ezért csak minimálisat igazítottak mellé, hiszen a költségeket csökkentették, a marketing ráfordítást emelték, pontosan azért, hogy minél nagyobb legyen a profit. Amelyik kiadó a legnagyobb profitot Magyarországon elkönyvelhette a tankönyvkiadásból, az mindössze a tankönyvek 7%-át adta ki, és 93%-ával nem foglalkozott. Mert voltak nyereséges tankönyvek, amikkel foglalkoztak, 7%, és voltak nem nyereséges, amikkel nem foglalkoztak, 93%-nyi. Éppen ezért volt fontos az államnak a belépése, hogy azoknak a tankönyveknek a fejlesztésre is többletforrásokat tudtunk fordítani, amelyek kisebb példányszámúak, nem minden iskolában használják, speciális iskolában használják, nemzetiségi iskolában használják. Rétvári Bence elmondta, hogy ez a természetben nyújtott családtámogatás, vagyis az ingyenessé váló tankönyvellátás az esélyek kiegyenlítése mellett sok terhet is levesz a tanárok, illetve az iskolavezetők válláról. Nem lehet kérdés az, mondjuk egy nehezebb sorsú településen, ahol több olyan diák jár az osztályba, akinek kisebb a jövedelme a szülőknek, hogy akkor az olcsóbb vagy a drágább tankönyvet vegyék meg, és ez az ár fog dönteni. Most már nem az ár fog dönteni, csak a minőség, kinek melyik tankönyv az, amelyik jobban szolgálja az osztályban a tanulást, azt a tankönyvet tudja választani. Az EMMI parlamenti államtitkárától megtudtuk, hogy a koronavírus miatt ugyan kismértékben csúsztak a tankönyvrendelések, ám a szeptemberi iskolakezdésre várhatóan már a pótrendelések is megérkeznek minden iskolába.